Nem kell szót fogadnod Stellának. Van más lehetőség. Nem kell megtenned, csak mert ő erősebb személyiség. Elvesztettem a gyűrűjét, segítek. Ez így helyes és pont. Még egy erős személyiség, vágom. Az az esetem. Óval, még nem láttam Stellát. Persze tavaly jártunk, de mondhatni szakítottunk, és most... És most? Nem szeretném, ha azt gondolnád, hogy olyan vagyok. Most ismerkedtünk meg. Tegnap nem gondolok semmit. Oké. Ez megnyugtató. A helyzetet Stellával. Bonyinak tűnik, és nekem. Most épp elég a bonyodalmakból. Egész nap nem láttalak. Talán keresték. Te hogy vagy? Elég pocsék. Nagyon sajnálom. Jóban vagy a szüleiddel? Elég bonyolult. Mit? Ők igazi halandók, ugye? Nem sok tündér élt ott. Miért bonyolult a válasz? Nem gond. Bírom a rejtélyeket. Ha még egy kicsit iszom, nyitott könyv leszek, szóval. Hát, talán én is iszom. Hogy elterelje a gondolataimat. Hallottam, említik a sörpongot. Az lefoglalt. Nagy hibát követ. Istenem, most már sikerült ellazulnod? Aztán berúgtam. Ennyit arról, hogy ma este nem iszol. Ó, persze, vele bulisabb, mint Stellával. Habár, Rikire emlékeztet. Kicsoda? Év, ne. Te nem tudod, hogy mi lesz Stella lakótársával? Nem vágom, de már tudni, hogy érdekelne. Riki volt a legjobb barátja. Csak egyszer túl sokat flörtölt a jószkája. És sosem... Persze, hogy nem. De Stellát ez nem érdekelte. Megmutatta, hogy mennyire elmebeteg. Ezt meg hogy értsem? Megvakította a varázs erejével. Szándékosan. A legjobb barátnőjét. De nem lehet igaz. De jó kis történet.